A kerék beszerelése rám nem jó, nekem nagyobb a fejem. Igen, összeállított a láb összeállított darabját, tengelyt, külső sapágyat, és valami az lemezt, tehát az lemez, és csapágy, valamint 4 darab, 2x4 mm-es ezüst csavar. Jó. Meg kell ez. Jó. Csak fordíts meg. És majd a kerék kell oda. Úgy lesz, hogy itt a kerék, és utána ez a fémrák. Azt értem, de miért máshogy mutatják? Tehát az előző lábnak a képét mutatják akkor. Tehát ez itt most itt van. Ja, az lehet. Nem, jól mutatják, igen. Helyezd be a csapágyat a fémlemez csatornájába. Nem jól mutatják. Mert meg kell fordítanod hozzá, és ott felfelé konyolít, meg lefelé. Édes Istenem, de hát szarlábnak a képét mutatják. Attól ugyanazt kell csinálni. Úgy vannak vele. Tehát most ezt bele kell tennem, ugye? Kisebbet. Jó. Kisebbet. Megfogjam én? Ne szivass már! Szia, Nikotina! Nehogy, hey! Nehogy ehhez se érj hozzá! De az nem olajos, vagy mi? De mit csinálsz? Yeah! Nem veszem. De el kell vegyed onnan a lábam közül. Júj, hova értek a kezek élőadásban? Júj! És most kell a fém, amit fogdostál. Te fogdostál. Tessék, nézd egy tükörbe. Hát Konix, lehet jobban járnánk vele. Helyezd a lemezt úgy a kerékre, hogy egy igen, csavard. Jó. Azok 2x4-esek, azokat van, vettél? Itt van, igen, jó. Igen. Adri, te milyen ruhába jössz a Hot Tub streamemre? Természetesen fürdőruhába. Kivágott? Így van. És hol lesz kivágva? Oldalt és felül. Ez nagyon durva. Így nem tudok a csavarozásra koncentrálni, ilyeneket mondasz. A csokoládékat is lelökted. Te is izgalomba jöttél itt? Csak minek van itt egy szalvét, az lehúzta a csokit. Az nem baj, ha most ott marad. Szegény csokoládé a földön. Yeah. Adri, te csak második. Azt nem tudom, hova akar csatlakozni Adri, a csokoládé után szeretne esni a földre? Vagy a háttába szeretne bejönni. Hát mert itt van egy szalvéta valami. Mutogasd a szalvétámat. Itt van, és az lehúzta. Arra szoktam tenni a második fülesemet. Nagyon jó. Ne legyen koszos a gép háztetője. Megint asztal alá. Hallom, tematikát rajta a csatorna.
Igen, kezd forró lenni itt a helyzet. Háttább, asztal alá lemenhetelek, meg lábközényúlások. 5 percen belül, gyanús, gyanús. 1 percen belül. 5 percen belül. Miért? Hát ez nem volt 1 perc. Dehogy nem. Legalábbra is én annyira kéreztem. Amúgy 3 perc volt, kb. Igen? Igen. Pénz az pénz, nézettség, nézettség. Csoki és háttább. Csoki. Még nem vettem könyveket a hétvégén, pedig szerettem volna. Csak elfelejtettem? Sejtettem. Kár. De úgyis lesz még szépen. Pedig 1+1-es akció volt. Ez a srácoknak hangos. De így hallják, hogy milyen. Ok. Bezzek, ha én csinálnám? Hallod, 8-ason a lábában. Na, Astro is megjelent. Alkotás és kézművesség, igen. Nézd, Adri. Hát ott 8-ason a kerékben. Miért lenne benne bár? Nem látom. Nézd meg, jobbra-balra mozog a kerék. Másik is ilyen volt. Igen? Dehogy is, nem tudom. R2-D2 bal kereken most szabadon foroghat. Dereje! Jó, ez nagyon jó. Azt ennék. 55. szám. Képítsd meg saját droidodat. A szemed vagy midet nyomjam ki? Nem volt hangos? Akkor jó. Ja. Vitorlák a sivatagban. Norman Reynolds díszlettervező jól emlékszik a csapattagok reakciójára, miután megérkezett a hír arról, hogy mit is kell majd építeniük a Yuma sivatag közepén. Hogy mit kell építenünk? Hol? A díszlet építéséhez szükséges összes fát oda kellett szállítani, mert a helyszínen nem lehetett beszerezni. A munkások főként helybeliek voltak, akár csak a képek többsége. Mérges kígyók a forgatási helyszínen. Rémálmaim voltak, amelyekben hirtelen feltámadt a szél, belekapott a vitorlába és fellökte a bárkát, zavart okozva az egész konstrukcióban. Igen, Adri olyan hangot adott ki, mint egy nilfgaardi polgár. Amikor neki megy, tehát megy Geralt, megy, és neki megy egy polgárnak, aki sétál az úton, így mondja, hogy Lol. Vízi droidok. Most nézem, milyen menő gamer széke van Adri a másodiknak is. Bizony. De hát te az első vagy. Vadafa észrevette otthon a másodiknak milyen széke van. És most jöttem rá arra, hogy ezt a kis, de, vagy mi, szóval, hogy ezt a kis joduszka, az felfér pont a hátuljára, és van egy tök menő takarom így a székre. Szóval, hogy ez a kis fejes bizgentyű, ez ide felfér hátra, és tök menő.
Assange Vendress éjnővér képes volt egész légiónyi vízidroidot kibocsájtani a Trident típusú roham cirkálójáról, és a klónháborúk idején számos általa vezetett bevetésnél használta is ezt a lehetőséget. Wow! Ja, telefonban is úgy van beírva, asszony 1, 2, 3, 4. Autonóm tengeri navigáció. Autonóm hadihajók. Itt van Trident típusú. Hoppá. Adri, nincsen meleged abban a öldököntösbe. Tudod, milyen hideg van itt? Úristen! Adri 10 fokkal kevesebbet szeret, mert egy többet szeret, én meg 10 fokkal kevesebbet. Így van. Tehát ezért van a klíma beállítva 20 fokra, mert Adri a 30 fokot szeret, én meg a 10-et. Most is csak 22 van bent. Lehetne hűvösebb. Megfagyok. Amúgy nem 22-nek érződik, hanem 19-nek. Rögzítjük a motort a láb vázához. Meg van minden? Meg. Köszi. Csak ehhez már nincs méret címkém. Úgyhogy remélem mindet elhasználjuk. 2,3x6-os az itt is igaz. Már azért érted, remélem megvan a lényeg, hogy egy műveletről, egy kis darab berakásáról három képet készítenek, de arról, hogy a másik lábat hogyan kéne oda tenni, arról copy-paste-elik az előzőt. De nézzünk, milyen sok ilyenünk lett. Alig várom, hogy ezt mind becsavarozzuk. 22-ben már kicsit izzadok. Én is. Én nem. Úgyhogy nincs melegem, köszönöm kérdésed. Tök jól el vagyok. Aha, ráizéltek arra, hogy egy maradjon. Meg is. Köszi. Adjak valamit? Nem, van itt. Egy pillanat, srácok, ledémítom a mikrofont. Na. Ezért nem költözünk Angliába. Hideg van. Mert Anglia. Hideg van. Adri még azt is szerette, amikor a 7 nappal egyen esett az eső. Amúgy igen. De akkor pont jó. Amikor szétáztunk? Arra gondolsz? Igen, és sehol nem lehetett venni a sernyőt, és mindenhol kérdeztem, hogy umbrella, no umbrella, no, no. Oké. Na szóval, 2,5x10, az melyik, Adri? Ide tettem. Azok, oké. Igen, amúgy én is jobban szerettem a hideget, mert az ellen tudsz védekezni. A meleg ellen nem tudsz. Tehát a melegben, ha kimész, felöltözöl durván, de melegben meg nem tudsz, mert bármennyire levetkőzöl, meg mindig meleged van és éget. Szóval valahogy a hideg az elfogadhatóbb számomra is. Ilyen szempontból. A 60. számnál álljunk meg, vagy azért még tegyünk egy kis lapát arra. Ez a 60-ig van, ez a füzet. Akkor a 60-ig. Jó. De akkor 40 marad. Jó. Még egy 5 számot ráhúzhatnánk. Nem. És akkor kövibe is 35-öt raknánk ki. Mi a kövibe 40-et? Aha. Hát jó. Megnézhetem, hol lesz vége a 60-nak? Meg. Köszi.
Jelzett, spoiler! Az Umbrella miatt biztos azt gondolták, hogy Resident Evil rajongó vagy. Ja, lehet. Ez semmi nem derült ki számomra. Jó. Összeszereljük ezt a lábikót még így, itt, úgyhogy... Jó. Bár a kupola nekem nem tetszik, az még lehetne. Keresd meg a 70-es lapszámmal kapott színes 6000-tékes lapos kábelt, és dugd be. Ott van, összecsomózva. A vezetékek alatt, szerintem az. Mert az az egy nagy van. Mondjuk én is bármilyen vastagon vagyok felhetezve, meg vagyok, de nem tudom, valahogy amúgy az időjárásban még mindig jobban szeretem a hideget. De itthon meleget akarok, ilyenkor. Takaró. Igen. Most itt ez a menet közben megfordult, hogy most mi van? Azt hiszem az előzőben is úgy volt. Csak nem tudom, hogy hol forduljon akkor majd meg. Na mindegy. Szóval dugjam be. Bedugandusz! Jó. Pont a minap mondtam Adria másodiknak, hogy én ezt az időt imádom, ami most van Angliában. 17-18 fok, pont kellemes, rövidgatja pulcsi idő. Ilyennek kéne lennie az év 365 napjában, és minden tökéletes lenne. Így-így. Nem. Ezesd át. 22 fok, ha? Lehet alkudozni? Amúgy valamelyik nap most is, itt is 18 fok volt, azt hiszem pénteken talán csütött a nap, meg ilyenek, és az amúgy egész kellemes volt, az amúgy tetszett. Már egy picit melegem is volt, de hosszú ingbe vagyok, és akkor így nem kellett rá kabátot se felvennem, úgyhogy az amúgy tök jó volt, nem most vagyok hosszú ingbe. Igen, a lábam, ha fázik, annál nincs rosszabb. És az nagyon nehezen melegszik fel. Hát én most nem értem, de... Mit? Ezt biztos jól raktuk fel. Biztos. Nézzek a másikon, hogy van. Ne a képet nézd, mert a kép a fordítottját használja, azt már megállapítottuk. Ez fordítva van rajta, de az nem jól van rajta. Az jól van rajta, biztosan. Nincs jól rajta. Ez alap fordítva van rajta. De ez a maga a füzet van fordítva, Peti. De nem jól rajta, Adri. Tehát, hogy ennek, ez a ród ennek úgy kell lennie, hogy a motor ezen az oldalon van. Biztos? Biztos. Lehetetlen. De. De nem lehet máshogy rakni, Peti, nem lehet. Néztem a izét, és ez a csont is felfelé volt, ez. Akkor így kell rakni? Nem emlékszem. Hogy volt ott? Nézd meg, ez van kívül, itt van a izéjak. A belső részem. Nem tudom.
Az a helyzet, hogy én a leírásban nem... Nincsenek-e notik bent? Mire gondolsz, Konix? Látod? Másik oldalon van. De mit tettünk rosszul? Ezt. Ezt a részt. Ami... Hol is rögzül? Gondolom ott. Édes Istenem. Vettél egy kis e-hunteres, humble bundle-ös cuccost? Az lehet, hogy nem látszódik most, de hogyha így történt, Konix, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Az a helyzet... Wow. Kezd rohadtul ideges lenni. Hogy kifizetsz valamiért 300 ezeret, azt képesek egy kis lapkáról három képet csinálni, de arról, hogy megcsináld a másik lábat, arról meg csak copy-pastelik az előzőről. És most fordítva raktuk össze. Gratulálok. You have returned. Asher. Hoppá. Szia, Asher. Köszi szépen a 67 hónapot. Peregjenek, srácok, a szvegek Ashernak. Alig várom, hogy a videókártyákat nekünk kell összerakni majd, amikor megveszem. Biztos jó lenne. Amúgy most valószínűleg nem jót szedek szét. Sőt, biztos. De azok egyforma a csavarok? Nem tudom. Akkor nem ezt kellett, pergetés. Akkor nem ezt kellett szétszedni. Jó, akkor ezt visszarakom. Mi zó, Adri? Mízu Ásár. Betegség. Na basszus, jobb lesz, tesem. Tesem, a sárnak. Mi? Ja, jobbulást, Asher. Azt értettem, hogy jobbulást, tesám. Okay. De Asher-nak nem szoktad így mondani. Asher-nak csak annyit mondok mindig, hogy jöjjön lolozni, de sose jön. Nagyon helyes, Asher. Csíplekező. Megfáztál? Megfáztál, Asher? Pedig egy jó ló. Bizony. Kappa, ott a kappa, ott van. Ez a kappa. Ez csak véletlen rakta oda, Asher. Nem tudja, mit tesz, hát beteg, szegény. Ez hangos volt neki. Van.
Vigyázz, mert kiesik a kenőanyag, és ahhoz nem, ér hozzá. Nem érhetsz hozzá. Ahhoz nem. És azt megnézted, ha megfordítod így, hogy így át tudod eltenni? Igen, megnéztem. Amúgy nem. Ez beesett az dalala. Van több, nem? Jó, és az hanyas? Ekkora. Az melyik? Ami kell. Hanyas, szor hanyas. Hát mit tudom én, hát nézd meg. De azt sem tudom, mit szerez. A lábát. Hát nem azt mondtam, hogy lapozz vissza, hanem itt vannak ezek. De én nekem ebből ahhoz van nem négy. Jó. Szemre nem tudod? Nem. Millimétereket nem tudok megállapítani szemmel. Még. Így kell mégis tennie? Ezek szerint. Torokfájás köhögés, csak az orrod folyik. Má, az nagyon nem jó. Utálok meg felszerelni. Akkor viszont rosszul szerelted fel, Adri. Biztos nem szereltem fel rosszul. Nézd. Ezt, az egészet. De nem lehet rosszul, nézd. A kutyacsontot? Látod a kutyacsontot? Ott vannak az írások is. Nem szereltem össze rosszul, nézd, itt is itt a kutyacsontok. Ez meg nem mehet rá, Adri, így. Tehát, hogy ez... Miért nem? Várjál, mert hogy ez így megy rá, nézd meg. Tehát, hogy ez csak így tud rámenni. De ez meg nem jó. Hát így nem jó, mert a motor az erre az oldalra jön ki. Ami nem jó. A motornak a másik oldalra kell mennie. Szevasz, Mitikám, bizony. Fordíts meg. Igen. Igen.
Na tehát, ugye, ez így megy, tehát ez itt jónak tűnik. Tehát, ha így lesz... Na most ez hogy van? Tehát, hogy ez... Megnézem. Tehát akkor... Ennek ide kéne mennie így. Hol is van? Megy rá így. Igen. És akkor a motor arra az oldalra megy. De erre nem tud rámenni. Nem megy bele. Csak erre az oldalra tud menni. Bele kell akkor nyomni, vagy a csavar belehúzza. Mert hogyha így teszem, amúgy így jól van rajta a láb. Így jól van rajta a láb. De akkor a motor a másik oldalon van. Ez elég fura így. Szerintem én még mindig tartom ahhoz magam, hogy ezt rosszul raktuk össze. Mert hogy itt a másik oldalára kellett volna rögzíteni. Na, akkor az kell nekem, ahol ezt rakjuk össze. Azt nem emlékszel, hanyasba volt? Itt már, ez már... De ott rakod. Nem. De mit akarsz most rakni? Ezt, ahol ez rákerül erre a lemezre. De itt kerül rá. Jó. Bocsánat, én csak hátra vagyok dőlve, de itt vagyok. Na most azt fogom megnézni, hogy meg lehet-e csinálni fordítva, mert akkor mindvégig jól mutatták az ábrát, és én raktam rosszul. Megjegyzett melyik csavar honnan, vagy inkább tegyük vissza a helyére? Nem kell. Ki hogy áll a Jedi Survival-lel? Ez egy elég spoileres kérdés lehet. Jó, akkor nem vettek fel témát, csöndbe ülök tovább. Jó, ez csak könnyű spoileres válaszokat adni. Hát, de remélhetőleg nem spoileresen válaszolnak, mert tudják, hogy csak pár napja jelent meg. És aki követ, az tudja, hogy te kb. Hol tarthatsz.
annyit tudsz még segíteni, Andrea, hogy visszatekersz oda, ahol ezt rakom össze. Mit? Ezt, amit most csinálok. Hogy ezt a lépést, ezt hol kell megcsinálni? De ez milyen lépés? Amikor ezt a kettő elemet rakom össze. Itt van. De ez nem az, Adri. De mi? Azt, amikor azt rakom össze, ezt a kettőt. De ez a kettő ugyanaz. Nem ugyanaz. Most ugyanoda lapoztál. Szóval az. Ott a csapágyat kell a izébe belerakni. De rakjad, én keresem, tehát hogyha azt mondod, hogy segítsek, akkor segítek lapozni. Ez kell. Aha, ez az. Ja, ez lett rosszul összerakva. Ja. D4. Bocsánat, ez ilyen reakció volt. Na, mint kiderült, jó volt a leírás, én raktam össze szarul az elemeket. Na, de mi a toppet kedvenc gémed? Nem tudom. Nekem nincsenek topjaim. Játszok kettővel, azt sem. De a Siege, meg a Fortica. De én nem játszok ilyen történetes játékokkal. De a Fallen Order az nagyon tetszett. Hát gyap-gyap, lesz majd hozzá ilyen applikáció, aztán lehet irányítani, sípol.
Ja, tényleg, köszi Cooler. A Spider-Man is, az is nagyon tetszett. Tényleg. Ó, az nagyon jó volt. Az én többet játékom meg, ezt meg tudjátok nézni a felkiáltó játékok parancsnál, azt nyugodtan belinkelhetitek. Na tessék, de csak a farmer a masterje. Ó, azt szerettem. Egyébként Csigusz a lapszámonként 3003 volt. 100 lapszám van. 100 lapszám, ja. Nincs kedvenc streamerem. Alapvetően nem nézek streameket. Olyan van, akiket nem szeretek. Azokat névről fel tudom sorolni, de nincs kedvenc. Ja, tényleg, te is az vagy. Semmi. De az összeférhetetlen. Nem mondhatom, hogy a kedvencem. Egy család vagyunk. A Pókember tényleg jó volt, a morál ezt is folytatni kéne. Vagy csak a Survivor után. Ja, ez azt hittem a halálos irambából van. Letetted a csapágyakat is, mindenhová kettő volt. Nem tetted fel a takaróbigyót. Ja. Na, itt van Gajcsútól, meg tudod kérdezni, hogy melyiket érdemes félretenni a kupolával kapcsolatban. Ja, a halálos irányból Dominic Toretto mondja, bocsi, nem szeretem azokat a filmeket, úgyhogy nem tudtam, hogy így hívják a karaktert. Azt hittem, a Dominic Toretto az olyan, mint a Coelho, vagy nem tudom. Gajcsú, melyiket mondtad, melyiket tegyük félre a kupolának? Azt a műanyagot, vagy azt a... Azt a pici, fehér, gömböcökből álló hungarocelt, vagy mindkettőt. Köszik, Alex. Valahogy azok a filmek nekem nem, de hát valakinek adja, valakinek nem. Hungarocelt. Ah, jó, köszike. Jó, szupi. Mert most tartunk ott, hogy kellett. Mármint, hogy elkezdtük a kupola részt.
Cseréljünk amúgy, szereljem tovább. Nekem. Hát, 7,5 óra szerelés után kicsit, mintha lefáradtam volna. Milyen karácsony. Az jó lenne, szerettem a karácsony. És akkor megint lehet az új évezés. Főként én koncentrálok, Mitike. Tudom ezt az egy csavarhúzót, és hajtogatom, vagy mi. És Gajcsú, nem ragad a két oldalú ragasztónak a kis... tehát, hogy úgy van ráragasztva, hogy ugye nem teljesen fedi a lemezt, és hogy nem fog a hungarocer hozzáragadni a ragasztóhoz. Tök vicces, hogy ez megint hozzád került. Na. Megvagyunk. Igen, a hungarocell. Már hogy itt egy kicsi kiálló részecskéje van. Ebben a streamben... nem lesz meg, hát a 31. számtól kezdtünk, és 100 számban, most vagyunk az 55-nél. Baszlimben, hogy lenne meg, Mitike? 24 órásat tolunk, vagy hogy? Egyébként 60-ig fogunk tervezetten elmenni, úgyhogy még ezt az 5 számot csináljuk meg. És akkor majd egy következőbe azt a 40-et, hogyha sikerül, akkor talán már csak egy stream. Igen, belőle, de hogyha, tehát hogy itt van ez, ott van megragasztva, és hogyha én ezt beleteszem a hungarocelt, akkor ott az hozzáragadhat a hungarocelhez, amit beleteszek. Van a 2,5×10, az az? Hát ha az kellett most, akkor igen. 4 darab kellett. Igen, akkor azok. Nem lehet utólag megrendelni.
mind a 100 számot. Már nincs rá lehetőség egyébként rendelni. Mert van olyan, hogy megrendelted a teljes 100 számot? Nem tudom, én a következő kérdésére válaszoltam. Ja. Úgyhogy ezt már csak maximum így magánszemélyektől, tudod, a Delgostin keresztül már nem, már néztem pont, és már nincs is fent az oldalukon egyáltalán az ártó. De mi időben előrendeltük, amikor megjelent, és akkor így havonta kaptam a csomagokat. Ez ilyen havi előfizetéses modell. Ez nincs szerintem egybe megvásárlással. Az SD-t. Jó. Keresd meg az infravörös érzékelő 40. számmal kapott 3R-es kábel nagyobbik csatlakozóját. Az ott lesz szerintem. Én nem igazán értem gajcsút. Nem belülre kell a hungarocell, hanem kívülre, mert megkönnyíti a belső szereléseket. Akkor ő szerintem arról beszélhet? Lehet abban nem fér bele? Nem tudom. Sokkal jobb. Az nem jó rá. Szerintem nem értelek, Gajcsú. De nem biztos, hogy nem értelek. Nem, amúgy tényleg nem értem. Nagyobbik csatlakozó. Vezesd el a nagyobb dugót, ahogy a 6. lépésbe tetted. Tehát akkor a nagyobb dugót kell átvezetni, akkor gondolom a kisebb kell. Tehát ez. Így van. Nagyobbat kell átvezetni, tehát a kisebb kell. Na. Meg vagyunk. El sem hiszem. Figyelj arra, hogy az infravörös érzékelő kábelének szabad alsó vége 135 mm-re legyen. Na, most kell a centi, Adri. Köszi. Akkor kell, amikor rá van rakva a fém kupola a keretre, akkor kell a hungarocell, mert megkönnyebbíti a beragasztott panelek rögzítését. Ó, akkor még nem jött el ez a pillanat, Adri. Ezek szerint. Ja, értem. Már nem emlékszem amúgy itt a trükkre, Adri. Te emlékszel, hogy... De akkor belülre kell. Hogy ezt hogy kell csinálni? Mit? Hát, ja, hogy itt mennyi? Sem. Maradjon azért. Bővem. 135.
140-et számoltam rá legutóbb. Tehát az infravörös érzékelő kábelek szabad alsó vége 135 mm-re legyen. És itt 140-et mértem rá. És akkor hova ment az infravörös érzékelő? Itt melyik oldalra? Ide vagy oda? Ott van elől. Ja. Csak mert akkor úgy vezetem el, hogy könnyebb legyen. Csak valahogy így majd ki lehet vezetni. Jó. Keresd meg a 4 gyors kötözött. Jó. És amúgy ezeket az elemeket le lehet ragasztani mondjuk pillanatragasztóval, gajcsú. Mert hogy az egyik kétoldalú semmit nem fog. Mármint, hogy így lejön róla, és itt himbilimbizik. Vagy ez nem számít, mert a keret úgy is tartani fogja. Az alsó résznél hagyj, mert ugye ez rákerül a műanyag. Oké. Okay. Még nem húzom meg teljesen, mert még le kell mérnem újra. Csak már meg akarom valamennyire fogni. Ez a lábas rész nagy feladat egyébként. Ja. Úgy örülök, hogy mindkettőször hozzád került. Úgyhogy nem szeretjük az embertömeget. Egyébként tavaly voltunk kint, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt, és így meh kategória volt, úgyhogy így annyira nem. Az gyerekkorban volt tök jó buli. Valahogy így felnőttként úgy nem annyira. Legalábbis nekem. Na. Ezzel megint tudok azonosulni benn. Tömegekét és az embereket. Hmm.
Szuper. És akkor most le kell mérjük. Száz 35. Szerdán csúcsidőben? Á, dehogy jó lesz. Nagyon jó lesz. Ez egy kicsit hosszabb is, de pont jó szerintem. 140. Annyi, hogy ezt most megfogjuk. Ez maradt ugyanannyi? Naha, maradt. És emlékeim szerint ezt a kábelt így le kell húzni. Mert hogy ezek így fognak mozogni. Nézzük még egyszer, milyen hosszú. Ja, 140. Szóval, de ez még mindig rövid lesz. Jó. De hát az előbb igazítottam meg, most ez hogy lett rövidebb? Hm. Nem baj, így már jó lesz. És akkor most jött egy gyors kötözés. Na jött a csípőfogó, Andri. Jaj. Üdv mindenkinek közben, srácok. Hali, hali. Ez kuka. Ez is. És végül ez is.
Na, elkészült a mestermű. Bekábelezve. Összeszereljük a láb burkolatát. Vezesd az előző részben bekötött két kábel végeit a lemez közepén levő nagy lyukon. Mi? Vezesd el az előző részben bekötött két kábel végeit a lemez közepén lévő nagy lyukon a képen látható módon. Készül fel a droid bal lábának belső és külső összeszerelése. Sére. Hát akkor itt az a feladat. Hogy azt oda tegyem bele. Akkor ezt így tegyem is össze, szerinted? Gondolom. Hát ugye azért nem úgy néz ki, mert én leszereltem róla azt az izét. Valami nem jó. De mi nem jó? Miért nem megy össze? Ott sem megy össze. Nem lehet, hogy a... Gyors kötözőmje? Igen. Rossz helyen van a bütyökje. Nem tudom, most összement. Jól van. Győződj meg arról, hogy a nyíl a jelő gyűrű úgy van elhelyezve, hogy ne zavarja a két láb lemez csatlakozását. Jó, nem? Gondolom. Most sokkal keményebb. Az is ilyen. Jó. Na. Miután összeállítottad, igen, mindkét alkatrészt rögzítetted. Keresd meg a külső láblemezt és helyezd a... Igen. Amit te levettél, nem? Gondolom. Aha. Ez. Ja. Ötösnél tartasz, akkor igen. Aha. Tehát helyezd rá. És akkor most kell rácsavarni. Ó, ezt jól lesz becsarrozni.
Na jó, kis csavarozások. Akarod csinálni, Adri? Nem. Nem tetszik? Igen, ez a rész a légszivatós, ez a lábrész, ez nagyon nehézkes. Sok mindenre oda kell figyelni. Főként, ha fordítva tesszük rá. Ja. Meg itt egész sok, sok részt kell egymáshoz illeszgetni, meg csavarozgatni, meg minden eddig gyűlt, aztán most egyszerre hoppá, rá mindent. A csavarozós része nagyon unalmas. Mondom ezt én, aki nem csinál semmit. Pedig ez főleg csak csavarozás, Adri. Mi? Pedig ez főleg csak csavarozás. Ez az ártó. De egyszerre 12-t kell csavarnod most. Vagy úgy. Jó, ott fent már megvannak. Na hát, fordítva beleesett a csavar. Most meg kiesett azok, amit beletettem. Ott van. Na, az nem az. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Igen. Tudom, hogy nem az. De négy kell. Ja, jó. Amúgy nekem a modell jobban tetszik ez, mint a vasemben. Igen? Még mindig. Sokkal, sokkal. Jól leszette a festéket. Jó. Így ráhúztad. Jó. De nem baj. Tudom, hogy belső rész lesz, csak megnéztem. Jó. Nem mágneses. Sajnos nem, pedig jó lenne.
most oda kell tenni. Egy fekete 2,3 szor 5-ös. Nem, 6-os. 6-os. 5-öset mondtam. Ja. De csak kíváncsi vagyok, hogy ez hogy áll meg. Váó, milyen jól rámegy. Ja. Aszta. Ez tetszik. Rátehetem a másikat is. Legyen nyugodtan. Én egy ilyet már úgyis csináltam. Ez durva. Vasember, ez volt egy mágneses, aha. Fárad az ujjam. Cseréljünk? Nem. Na most derül ki, hogy jól raktam erre a dolgokat. De nézni kell, hogy hova mennek a vezetékek. Hogy érted? Hogy hova vannak. Gondolom. Ja, azt néztem. Új adott benne csíp. Jó, egyelőre akkor te itt összed. Az a gond, hogy máshol akarnak ők kijönni, mint ahol kéne. Tehát, hogy így valahogy így el kéne hajolni a kábeleknek. Segítsek.
Az a gond, hogy nem tudsz. Ide adod és megcsinálom. Hogy tudsz. Tudok, csak. Aha. Most miért nem akar lemenni? Neked ott kell jönni, te pedig egy kicsit arra. Meg akarod te próbálni? Megpróbálhatom. Ezt kell megnézned, hogy ez a kis kábel, ami itt kikucskál, ez rámente, tehát hogy szétnyomtam-e, vagy így jó. Nem így jó. Na hozzád. Mert ide kell jönni elő. Én azt értem. Azt mondtad, nézzem meg. Ja. Megnéztem. Mozog, ja, tehát nincs beszorulva. Ja, jó, okés. Jó. Akkor ez így szupi. Van? Gondolom. Aha. És akkor ezt is ugyanolyan akar. Ja, ezeket már előkészítettem? Na, milyen feladatok lesznek a következőkben? Talpa, meg kupola. Hoppá. Amúgy tök durva, hogy ezekben a legtöbbet a régi filmek vannak. Mármint, hogy így a Clone Wars kivételével inkább a régi filmekre összpontosítanak. Új remény, Jedi visszatér, stb. Uh-huh.
kristál pinkója. Tök menők ezek. Az akció jelenetekben Bobát kettő kaszkadőr alakította. Hoppá. Merik láthatta. Hát volt egy, aki a harci jelenetek, van aki meg amikor a verembe esett. Ó. Oh. Uh-huh. Hyuan professzor. Jedi rend. Neki a memóriájában ott volt az összes fénykart tervrajza. Wow. Tök jó. Tök menő, izé, hogy már így szállítják valahol az árut. Mm. Nagyon menő. Sikerül. Aha, csak meg kell mindegyiket húzni jól. Milyen jól néz ki. Ezt nem jött össze. Hmm. Csemi. De mi nem jött össze? A dobozba akartam rakni a szemetet. Jó. Na, itt kupolát csinálunk meg. Meg lábat folytatunk. Na, tök jó. Viszont egyel kevesebb ragasztót kaptunk. Igen? Aha. Egyel kevesebb a rövid ragasztó. Már három kell, és kettő van. Megnézem még egyszer, de nem volt benne több. Ja, de ide van ragadva. Csak pont úgy volt, hogy így felülről nem látom. Mm. És másodjára se sikerül ugyanazt a dobozt. Nagyon durva. Menekül. Ráragasztottam a ragasztó csíkokat? Ragaszt. Ah.
Olyat még nem csináltam. Hát már mindegy, gajcsú. De azért köszi. Végig úgy ragasztottuk, hogy semmit nem csináltunk a felülettel. Mizu? Semmi. Nem vársz? Nem, csak nézem, hogy hogy csinálom. Na, ott lesznek. Akkor az megvan. Aha. Akkor itt a kupola. És itt a kettő. Ja. Egy. Asher, itt vagy még? Levegyem őket? Ha gyorsabban le tudod lenni, akkor igen. Nem, igen, bár erről nem a ragasztót is levetted. De. Az megint jól meg fog ragadni. Addig csináld a lábát. Az két külön dolog. Jó. Előző számban megépített lábrész kell, ezzel a lapszámmal kapott összes elem, illetve 2,3x6-os kell. A talp külső lemezén 4 csap található, amelyek megfelelnek a fémlemezen található nyílások helyzetének. Ez nem tudom, hogy hol volt. Benne, mert már beletettem. Hol volt? Ja, oké. Okay. Ezt itt le is írja. Beletesszük.
Nyomdod a külső lemest, hogy az alkatrészek összekapcsoljanak. Ha az alkatrészek nem passzolnak, nézzük, hogy megfelelő helyzetben van-e. Passzolnak. Úgyhogy jó. Egy csavar. Gyorsan megfogatjuk. És akkor jön még egy csavar. Hát ez mellé ment. Itt a cseten csak ilyen coolers nevű elsárok vannak, hogyha az megfelel, Adri. Jó, hát akkor ez egyel kevesebb lesz, amíg az elnézgat. Nem ragad meg? Nem, mivel úgy vetted le, hogy utána az asztalnak ragadt, és mindent felszedett. Mm. Nem adtak pótot? Nem. Ó. Oh. Nincs pót. Félbe vágjunk egyet? Vagy már... Peti, ja, már nincsen van. Mit félbe vágni. Vasembernél ez azért jobb volt. Mindegy. Ja, még négy szám hátra van géles ebből a füzetből. Az majd biztos jó lesz. Úgy érkez ki, hogy ezek ez a feketékhez, ez a hosszabb csavarhúzókkal. Jó. Igazítsd az LPR alapod, igen, helyezd be az alapot, igen, jó. 57. szem. Az erdő szívében. Miután befejezték a forgatást, a Jedi visszatér műszaki csapata átköltözött az kaliforniai mamutfenyő erdőbe, vagyis az Endor holdjára.
Igazi erdő volt, 2 méteres magasságot is elérő páfányokkal, alig tudtunk átevickélni a növényzeten. Az erdő csendjében. Magna Guard. Az ellentmondásos IG Ördroid széria gyártója, a Holovan Laboratories, ehhez tartozó Holovan Mechanics dolgozta ki a Magna Guardot, egy a droidok iránti megvetéséről híres ügyfél megrendelésére. Elektromos botok. Az elmúlt élet vízhangja. Kali bolygó, Kalácska bolygóján. Grievous várának örei. Amikor Githisztó Vestel beszivárgott Grievous tábornok várába, a helyetőrző egyik Magna Guard elpusztította a köztársaságiak hajóját egy rakétavető segítségével. És ott halt meg Webber is. Igen? Fisztó tanítványa. Piszkos munka. Intelligens csatornák. Azt rád bízom, Adri, a kupolát, te ügyesebb vagy benne. Öt darab kell ezekből a 2,3-osokból. Helyezd egy vonalba az érzékelőt azzal a nyílással, amelybe behelyezed majd a talba a meghajtó kerék miatt. Ja, látom. Most izé nélkül kell betenni, Adri. A lapka nélkül. Persze, majd ki kell úgy is szerelni. Most megkeressük a lapkát, majd? Meg. Jó, csak mert addig nem szerelem bele. Aki már összerakta az ártut, például Gajcsú, miért kell itt ilyen külön lapkát betenni jó pár szám múlva, és miért nem most kell betenni? Ennek szerintetek ennek mi lehet az indoka? Ez a botlások elleni infravörös érzékelőnek ilyen kis lapkája. Adri most éppen keresi azt a számot, ahol ilyen lapkát adnak hozzá. Ne kelljen szétszedni a talpát ismét. Kiemeli az érzékelőket, hogy ne zavarjon be a görgő. Ó.
És ezt miért 20 lapszámmal később adják, vagy miért nem adják emellé a lapszám mellé? Tehát, hogy miért kell ismét szétszedni a lábat? Igazából csak erre vonatkozott a kérdésem, hogy ez mi indokolatja, hogy nem rakják be a mostani lapszám mellé azt a kis érzékelőt. Gondolom, hogy mindkettőbe kell. Hát ez 8. Ez 35, és ez elég lesz. Szerintem Adriás szét kell szednem amúgy. Össze-vissza küldték, nekem is nincs benne rendszer, azt hiszem csak az egyik beraktam, mert egyet küldtek. Szóval a gajcsunak csak egyet küldtek. Szerintem nekünk is. Ja. Adri jó helyre igazította be ezt a... vagy nem? Most hogy van ez? Azt nézem, hogy ez rövid lesz ide. Ja, ez rövid. Közben Adri annyit tudsz segíteni, hogy ez szerinted is rövid lesz? Ez a kábel ide nem mér el, tehát rövid lesz. Rövid. Ez az ott kikandikált az előzőbe. Hogy? Kikandikált ott az előzőbe. Hogy érti? Ez rá volt téve, és az kikandikált. Ott van, látod? Ja, tehát akkor ez rövid. De hogy lett rövid? Hát lemértem a 140-et is. Nem mindegy, hogy honnan méred. És honnan kellett mérni? Nem tudom. Te csináltad kétszer is, mindkettőször, nem tudom, honnan írta a könyv. Pillanat.
Na. Hát most visszafejtjük addig, hogy ez a plusz kábel elérjen a megfelelő helyig, csak ehhez hát egy csomó mindent le kell venni, sajnos. Azt a rengeteg, de rengeteg csavart, azt a 16-ot szerintem, azt most mind ki kell csavarni, elvágni a gyors kötözőket. Levenni ezt a burkolatot. Annyit tudsz segíteni, Adri, hogy megnézed, hogy hol írják azt, hogy honnan kell hagyni 130-ot? Ügyelj! Attól a csatlakozótól kell. Tehát attól. Aha, jó. Akkor az a gond, mert én innentől mértem. Ez a számonként megmondják, mit csinálják, nekem se lenne türelmem, kb. 30 éve RC autó modellezek, akármelyik autót rakom össze, megnézek róla előtte egy robbantott rajzot, hogy csaltak-e valamit a logikán, aztán fejből összerakom az egészet, ahogy nekem kényelmes. Aha. Kupoláz, te kész vagy azzal? Nem. A gondolat csinálta tovább a kupolát. Mert én még itt el leszek ezzel. Csavar behajtó szetet? Mi erre gondolsz, Csaba? Vannak javaslataitok?
egy kis marok csarhúzógép. Milyen jó kis húkád van. Mekkora lesz Adria az ártó? Egy kettes modellje az eredetinek. Ezt ide kibarítottam? Javattam. Ahogy látom, megvan az összes. Na nézzük. Mennyire tudok ezzel húzni? Ezt kihozni. Megint nem jó helyről méred. Mert nem innen kell. Csatlakozó. Onnan. Innen? Onnan. Most jó helyről mérem? Igen. Húztam rajta annyit. Tehát, mehet vissza minden. Tudsz segíteni? Fenni 4,5 centi. Wow! Tök jó. Bár, ez nem kicsi. Bár nem. Vagy nem tudom. Az lehet kicsi. Hát azt írták, hogy 1,2-es méretarány. Az eredeti 1 méter ki... Aha. Lehet amúgy simán, mert én mindig csak a 30 centis vonalzó, és akkor rá még 20 cent, hát mondjuk kb. Ja. Ja.
Kicsit barrább csavar. Ja. Köszönöm. Mi az? Kimaradt egy darab, aki első. Csináljam én? Na. Hát már fáradsz, látom rajtad. Az alsót nem kell azért kicsavarni. De. Ja, látom, melyik maradt ki. De ezt csak fel kell emelni. No. Így van, ugye? Aha, igen. Fogalmam sincs, itt nem látom. Még megvan mi hova való? Meg.
Kövi lapszemot nem kezded el. Elkezdhetem. Mindig elveszem onnan ezeket. Hová tetted őket? Minden. Melyik csoportba? Na nézzük. Micsoda endorok vannak itt. BB-8. Milyen kis cuki. Nagyon szeretem a droidokat, jobban, mint a némelyik izé karaktert. Nem is tök cuki lett. Kobot. Kuka. Jó kis rúg van. Jó. Na várj, ebben nem volt csavar. Ehhez kell akkor. Van. Szupi. És
akkor ez a nagyon hosszú lesz itt a karika mellett. Lesz. Jó. Na. Pár perc, és lassan ott tartunk, ahol abba hagytuk itt a hibák miatt. Ez már jónak tűnik. Csavar benne. Most már csak meg kell húzni. Na, úgy néz ki, hogy ez egy ilyen 25 perces, fél órás visszabontás volt nagyjából. Beszorult az ujjam. Mégsem. Hogy hát ez elég szívás. Ez így elég szívás. Menő, ahogy elszadni. Ja, még a 60-as számig el akarunk menni, legalábbis ez volt a terv.
Én addig szerelek sunyiba, mert nagyon ráérek. Ezt mindjárt megvan. Egészség. Egészség. Köszönöm. Én nem is hallottalak téged dupla köszönteni. Köszike. Hát, ilyen ez, de még ezután se lesz pihenés, mert elpakolás, és még egy kis játék is lesz. Legalábbis nekem biztos. Nekem ez a felkészülés a holnapra. Vagy survivalozok, vagy survival? Jedi survival, vagy fortizok, még nem tudom. De lehet, hogy démon logisztika, vagy fazmo is benne lesz, de azt nem hiszem, de lehetséges még az is. Mindeket kidobhatom. Ez még függ, hogy jönnek-e játszani emberkék, vagy sem. Ha egyedül, akkor vagy Forti, vagy Jedi Survival. Jó, ezt jól meghoztam. Most ezt így bele kell dolgni? Igen. Próbálom. Nem, pedig amúgy így jelezték, hogy így kell jönni a kábelnek. De akkor fordítunk rajta egyet. Ez tök mindegy, csak jól dug bele. Ja. Csak akkor fordítva hozom a kábelt. Jó, hát ez könnyen belement. Úgy így jelzik. Piros is itt van. Neki így kell ide mennie? Igen.
visszalapozok az 58-hoz. Oké. Okay. Olyan, mint hogyha két helyre is a csavar nem fejjel ment volna bele. Úgyhogy azt meg lesem. Pedig de jól ment bele. Vagy ezzel. Megvan. Na, hát sok sikert, Éles, jó lótokat, előbb-utóbb csak esni fog minden. Megvan. Gondolom ehhez készítetted össze azt a hatot. Uh-huh. Nem látszott. Megszúrtadok nagyon? Uh-huh. Hol? De ne nyomkodd. Bocsi.
Hát ezt én nem tudom belecsavarni. Csináljam. Én a lábam közé vettem. Pont ezért, mert nehéz volt. Megpróbálom így. Repulzoros sikló. Hoppá. Az a neve annak a cuccnak, amin az Endoron voltak. Mm. Ez menő. Ahogy becsapódik a fába az egyik. Hm. Vulture Droid. Vadászgép droid. Ez is menő volt. Ja, ja. Keselyű droidok. Tetszik amúgy ez a leelső gátló. Tök jó, hogy ilyenre figyeltek. Mm. Milyen sokféle robotok vannak így, amik így léteznek, vagy így létrehoztak? Jó. Ja. Gondoltam volna. Visszad az egész könyvet. Hoppá. Bocsi. Megvan a láb. Ott tartunk most. Ez már a 59. Uff, de szuper. Várjál, mert itt vannak már készen. Ja. Melyik kellhet? Azt mondja, hogy patent. Ezek ilyen ferdék, ezek meg ilyen ezek. Mit csinálsz? Ilyen eddig is volt? Volt, csak én szépen szedtem le. És azt hova használtad? Hát a másikon. De oda nem oda már került. Hova?
mert azok, amik ilyenek, félbe vannak vágva, azoknak oda kell mennie. Igen. És oda meg nem olyat raktunk. De azok is olyanok voltak. Igen. Igen. Csak mondom, nem jól lett levéve. Ja. De most mit csinálsz? Nem ide kell betenni? Nem tudom. Megnézted? Nem. Hát akkor nem biztos. Alulra kellenek. Meg amúgy is ez nem az. Meg ezeket kell most elhasználni. Jó, világos, de az majd oda kell. Csak ezt is 8000 évvel ezelőtt megkaptuk, azt meg mondjam, ma használtuk fel. Letörögetted róla? Le. Melyikkel? Rövid. Először a rövideket adom. Most akkor először azokat ugye ide kell tenni. Hát én nem tudom egyszerre szedni meg a leírás nézni. Szépen akarom leszedni őket, de lehetetlen szépen leszedni. Szevasz, padlószőnyeg. 2 évig ment az újság, Vili. De 2,5 évig valahogy. Valahogy akörül. Nem, Adri? Uh-huh. Hát a csípőfogóval jobban jársz, de... Hát, Andri már nagyon izgatott volt. Már nagyon szerette volna rakni. Úgyhogy tavaly decemberben már nagyon örült, hogy végre megvan minden. És az már nagyon. Azt a 3-as szerint kell. Jó. Meg vagyok. Először erre kell raknom. És akkor erre mondtad azt, hogy ez nagyon szépen bepattan. Aha. Majd elfelejtem kérdezni, hogy hogyan mixik az új gépház. Jó, az Airflow. Aha, jó. Nagyon jól, nagyon. Tehát, hogy képzeld, Vili. Nehéz ezt elhinnem, szóval majd még nézegetnem kell a számokat, de állítólag 20 fokos, a, 20 fokos lett a, az alaplap. Hogyha a maxon megy minden. 25 és 30 fok között van a processzor alapjáraton. De ez akkor, hogyha maxon megy minden.
Ja, de hát ez... a maximum egy mindent a Ventikre gondoltam. Egyébként. De hát ez egy régi gép. Szóval... Értető. Régi gép egy nagyon-nagyon-nagyon combos proci hűtővel. Meg nagyon jó airflow-val. Úgyhogy azért ilyen. De kell majd vennem hozzá jó ventiket, PWM-es ventiket, mert hiába négy pinesek a ventik, majd hiába a három pinesek a ventik, és tudja azt az alaplap kezelni, mivel a háznak a vezérlője van rádugva, a háznak a vezérlőjére vannak rádugva a ventik, és a vezérlő van rádugva az alaplapra, az alaplap pedig nem onnan kapja a tápot, hanem egy külön molex csatlakozóról, így a tehát hiába tudja az alaplap vezérelni a három pines ventiket, nem tudja vezérelni, mert máshonnan jön a táp. Úgyhogy ezért kellenek majd PWM-es ventik. Aha, Noctua. Azt néztünk hozzá. Kettő egész három, vagy négy. Az utolsó lapszámban mi van, Adri? Nem tudom. Odaadom addig, ha nézd meg nyugodtan. És hogyha meglesznek a Noctua ventik, akkor ugye abból lesz három elől, és egy hátul. A proci hűtő, az meg nem lesz rádugrva a háznak a elosztójára, mert hogy az rajta lesz a sima CPU-n. Vagy pont, hogy a CPU lesz a ház. Azért, mert a CPU-t, meg a CPU optot, azt nem tudja kezelni az alaplap. Úgyhogy szabályozhassa a fordulatszámot, szóval nagy valószínűséggel a... hát azt még nem tudom, hogy mit kössek a CPU pinre, mert amit arra kötök, az nem lesz szabályozható. Úgyhogy azon még agyalnom kell, hogy azt hogy csináljam meg. Tehát az mindenféleképpen maxon fog menni. Úgyhogy miután összeszereltük a gépet, utána este le is kapcsoltuk, mert olyan hangos volt, nem? Nagyon durván hangos volt. Mármint ahhoz képest, amilyen eddig volt. De lesz hátsó venti. Lesz. Csak akkor oda valami alacsony fordulatszámú kell.
hogy ne legyen hangos, hogyha maxon megy. Állítólag olyan a háznak a, ez a hábja, a venti hábja, hogy le tudja másolni az egyik ventilátornak a fordulatszámát a többi. Szóval lehet, hogy amúgy azzal is érdemes lenne kísérletezni. Mert nagy valószínűség, hogyha 4 pines ventit veszek, akkor már tudná állítani a fordulatszámot feszültségszabályzás nélkül a CPU-nál is. Szóval, hogy majd ezt is ki kell derítenem, hogy ez most mennyire működőképes. Mert feszültségszabályzást nem tud a 3 pineseken ugye a CPU-nál. Szóval azt majd ki kell próbálnom, hogy 4 pinesnél tudja állítani a fordulatszámot. De azt még nem tudom. Mert hogyha 4 pinesnél tudja állítani, akkor nem kell alacsony fordulatszámú ventilátort venni. Úgyhogy ezt én majd jól ki kell matekozzam, hogy akkor mit is kell, hogy is kell. Hát igen, ez még olyan régi, ez a Noctua Venti, ami a DH14-hez van, hogy azok még 3 pines, azok még 3 pinesek azok a ventik. Azt szétvágott közben, Andi, vagy szerinted az már nem kell? Nem tudom, hogy kell. Powerbus. Te használtál ragasztót? Nem. Neked megállt szuperül? Ne ragasszuk ezeket be? Majd meg lesz. Ja. Na, tök király, nem? Ja, az megvan, Hammert. Megvan minden akkor innen? Uh-huh. Király. Speciális effektek. Blue screen. A repulzoros siklók jelenlétéhez készülő anyag blue screenbe való forgatása az egyik legunalmasabb dolog, amit valaha csináltam. Azt mondja Carrie Fisher. BD-3000. Hoppácska, ez akkor a BD-1-nak a fejlesztettje? Luxus droid. Ezek mit csinálnak? Betty bot. Hát ezek gondolom annyi, hogy emberien néztek ki. Fa 4-es. Pilóta droid. Ó! De durva. Ezt nem is figyeltem, hogy Dukunak van droidja így a vezetéshez.
Megnézem majd, William, mit küldtél. Inas droid, a fa 5-ös. Made in China robotika. Azt már láttam, azt a ezért négy lábú robotot. Ja, lehet, hogy fordítva mondtam már, mert már és ilyesmi volt a izébe, kiállításom. Igen? Az jó volt az a kiállítás. Na tessék, ott van. Szerelheted. És ennyi. Az nem sok kelleni, belőle semmi. Hát igazából az nem kell adni. Most ami kell, az kb. Csak ez. Meg azt beledugni. Jó. Akkor ez most marad a helyén. Basszus. Támadnak a kábelek. Kész. Akkor a kijelző be van kábelezve. Megvan, hogy miért nem kellett oda berakni, Andrea. Mert nem is oda kell, hanem oda. Legalábbis itt azt írják, hogy oda nem kell. Tök jó, hogy eltűnnek a lyukak. És ennyi, igaz? Kész! Jaj! Ezt még megcsináljuk? Nem biztos, hogy odavaló. Ma kedved megnézni, és akkor annyival kevesebbet kell eltenni. Ezt kapjuk. És oda bemegy. Akkor beleteltem?
De azt kapjuk. Azok akkor ezek a moda kéne, ugye? Valószínűleg. Jó. Majd megnézzük. Jól van. Hú. Na hát most már van két lábunk, Adri. Két jól felszerelt lábunk. És befejeztünk kettő füzetet. Ugye? Aha. Kettő füzetet csináltunk meg, srácok. És itt a két láb. Itt a két láb. Bekapcsolom nektek ezt a cuccot. A zöld LED felvillan, hogyha valamit itt érzékel. Tehát a zöld a jó, ha nincs ott semmi, az a nem jó. Aztán itt a kék. Kéket is mindjárt mutatom nektek. Na most nem világít a kék. Van valami, akkor világít. Nincs semmi, nem világít. Van, világít, nincs, nem világít. Szóval, hogy ez így működik. A proximity szenzor. Hát itt van már, érzékeli, hogy ott a kamera, meg a világítás. De hogy ez így most le van tesztelve. Nem tudom, hogy le akarják-e tesztelni majd. De nem tudom, lehet majd szétszedjük, ha így vége a streamnek. Csavarból is lett egy csomó. Adri, ha minden igaz, az elején ezt rácsavarozta, tehát annyiban lett több. Ez a búra. Illetve, ezt megpróbálom úgy fogni, hogy ne essen neki belőle a darabok. Megcsinálta a kupolát is Adri, legalábbis amennyi részt adtak hozzá. De hogy ez ilyen. Úgyhogy ezzel is szépen haladtunk. Illetve Adri legnagyobb örömére meglett a kis fénykart, és az azt kilövő mechanizmus is. Most ugye azt le is teszteltük. Az pedig itt van. Úgyhogy elképesztően haladtunk. Még 40 szám van hátra. Na de milyen 40 szám lesz az? Úgyhogy ezt majd még folytatjuk, srácok, hiszen látjátok, hogy nagyon jól haladtunk, de közel sem értünk még a végére. Épp, hogy a felén túl vagyunk. Nem tudom, azt hol kaptuk. Ezt? Hát azokat. Sehol nem ír olyat. Majd visszanézem. Nem sem. Úgyhogy remélem, srácok, élveztétek ezt a szerelését. Mi abszolút. Jó volt dumálni veletek közben. Miközben építettük. Köszönjük szépen ismét a figyelmet, a rengeteg sok támogatást, hogy itt voltatok. Velünk töltöttétek ezt a május 1-i napot. Legyen további szép napotok. És használjátok ki az utolsó pár órát. Így a hétvégéből, a hosszabbított hétvégéből. Mit szálljunk? Úgyhogy majd még jövünk. Jövünk az R2 szereléssel, és ne felejtjétek, még mindig terve van a... Mi van terve, Adri? Micsoda? Hát az, ami ott van. Nem tudom. Ami ott van a popfiguráknál. Ja, egy Lego. Bizony. Még egy Lego mindig terve van. Ja. Úgyhogy búcsúzunk, skacok.
Szép estét. Sziasztok.